A tanú a bíróságtól idézést kap, amelyből tájékozódhat, hogy mikor és hol kell megjelennie. Fontos tudni, hogy már vannak tanúgondozók. A tanúgondozó személyéről és elérhetőségéről az idézéssel együtt a tanú tájékoztatást kap. Ezen szemét a tanú az ott feltüntetett elérhetőségen felhívhatja, további kérdést tehet fel neki, illetve ha valamit nem ért az idézésből, akkor a tanúgondozó segítséget nyújt neki, mondta el dr. Sörös László. Tavaly év folyamán legtöbbször büntetőügyekben, de polgári és közigazgatási ügyekben is igénybe vették a tanúgondozókat. Összesen 281 megkereséssel éltek a tanúgondozók felé. Ha megkapta a tanú az idézést, akkor az ott megjelölt helyen és időben meg kell jelennie a bíróságon, hiszen a vallomástétel állampolgári kötelezettség. Ilyenkor a tanút beszólítják a tárgyalóterembe, a bíró számba veszi, hogy az idézések kik azok, akik megjelentek, majd ezt követően megkéri a tanút, hogy a tárgyalóterem előtt várakozzanak, ugyanis tudni kell, hogy a tanúkat egyesével hallgatják ki, a ki nem hallgatott tanúk távollétében. A tanúnak lehetősége van zárt adatkezelést is kérni. Ennek során az ő személyes adatait a bíróság érintett tagjain kívül senki más nem ismerheti meg. Ezt követően a bíró tisztázza, hogy van-e a vallomástételnek bármilyen akadálya a tanú részéről. Amennyiben nincs, úgy megkezdődik a kihallgatás. Tanúvallomást nem csak személyesen a bíróságon lehet tenni. Tanúvallomásnak van egy speciális eset, az írásbeli tanúvallomástétel. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem kívánja személyesen kihallgatni, viszont bizonyos kérdéseket tisztáznia kell. Ilyenkor előre elkészített formanyomtatványon rögzíti azokat a kérdéseket, melyek meg kell válaszolni a tanúnak. A tanúnak ilyenkor ezeket a lakcímére megkapja ezt a nyomtatványt a kérdésekkel együtt, azt a nyomtatványon kell kitölteni, és a nyomtatványra kell ráírni, minél részletesebben a válaszait, és ezt a bíróság számára visszaküldenie. Az írásbeli tanúvallomás nagyban leegyszerűsíti a tanúskodás menetét, hiszen az érintettnek nem kell utaznia. További könnyebbség, hogy tavaly július óta lehetőség van a tanúk távmeghallgatás keretében történő meghallgatására. Ennek során a tanú a lakóhelyéhez legközelebb eső távmeghallgató szobába kap idézést, ahonnan a bírósági tárgyalásra bekapcsolják, és távmeghallgatás keretében meghallgatják.